Egy nagyon jó mérkőzés játszottunk, ismét én azt gondolom az első fél idő volt egy picit pontatlanabb, amikor mind a két csapat egy picit pontatlanabbul játszott, de akkor is azt gondolom, hogy meg tudtuk fordítani a mérkőzést. A válogatott játékosaink visszatértek, igazán tudtak annyit pihenni, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy két játékost játszhatunk. Fél időben változtattunk, azt gondolom, hogy második fél időben sokkal jobban játszott a csapat. Voltak lehetőségeink, amiből nem tudtunk olyan arányba értékesíteni, amit szerettünk volna. Illetve amikor emberelőnybe kerültünk, a Mareknak a lába, nem tudom, hogy mi történhetett, mi van vele, és egalizálódott a helyzet, és egy gyönyörű szabadrugás után ki tudott egyenlíteni a Gyirmót, úgyhogy sok sikert kívánok nekik a bajnokságban. Remélem, hogy nekünk meg a sérülteink minél előbb visszatérnek. Nekünk van egy kemény meccsünk hétvégén, és néhány olyan emberem volt, akit nem akartam betenni, mert nem is voltak még teljesen 100%-osak, így például az Illés, a Balog, a Cserinek is volt egy problémája, ami lehet, hogy alkalmasra tettem a nyácon, de jobb a békesség. És a Győrre a múltkor is nagyon jó meccset játszottunk, nagyon pörgősen és jó játszanak, fölgyorsítják a védekezést, ezáltal nekünk is aktívnak, tehát az ellenfelet belevihetik a hibába. Úgyhogy ezt is vártam a meccstől, igazából ezt is kaptam. Az más kérdés, hogy jól vettük fel a kesztyűt, mi is visszatámadtunk, meg jó támadásokat vezettünk, hagytunk ki helyzeteket, ők is persze. Egy kimondottan jó mérkőzés volt, és biztos vagyok benne, hogy ahogy a kollégám is ezt mondta, hogy ez jól szolgálta a felkészülést a hétvégére. Én annak örülök, hogy a második fél időben egy jó öröm mérkőzést játszottunk. Nem dugjuk homokba a fejünket, látjuk, hogy egy picit azt gondolom, hogy figyelmetlenek voltunk, és egy kicsit lehet, hogy voltak olyan periódusaink, amikor egy picit fegyelmezetlenek is, úgyhogy ezeket a dolgokat ki kell javítanunk, és akkor megyünk tovább. Ez egy jó mérkőzés volt, a múltkor is nagyon jó mérkőzés volt, és ez fontos dolog. Szerintem hangulatos jó mérkőzések voltak, ez a lényeg. Mi mindig úgy lépünk pályára, hogy győztes hagyjuk el a pályát, ma is ez volt a célunk. Én azt gondolom, hogy példamutató, amit a Győr Értó tesz a Liga kupában is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jó úton vagyunk ahhoz, hogy tovább jussunk ebbe a csoportba. Mi azért léptünk be, mert elég sokan vagyunk, és játszani kell másnak is, aki a bajnokság közben nem tud szóhoz jutni. De most sok sérültünk volt. Műtötték most is, ma műtötték a Molnár Balázs például, a Nagy Gabi még most lábadozik, a Ferenci szintén. Tehát olyan 8 emberünk volt, aki nem lehetett bevetni semmiképpen. Most hát a Liga kupának ez lenne nekünk a lényege, hiszen nem B2-es csapatként nyilván nem akarjuk megnyerni, nem akarjuk megnyerni. Sőt, a továbbjutást sem tűztük ki, kimondottan célul.